Sziasztok! Ne lepődjetek meg, hogyha itt láttok előttem valamit, mert hogy itt van egy óriási szatyor tele azokkal a termékekkel, amiket az utóbbi hetek és hónapok során a háztartásban elhasználtam. Úgyhogy essünk is neki. Van itt az Ecover márkától az én hűn szeretett gránátalmás fügés mosogatószeremből 3 darab is. Nagyon-nagyon szeretem ezt a mosogatószert, környezetbarát, illetve nagyon kellemes az illata, tökéletesen oldja a zsírt és a különböző szennyeződéseket az edényekről és a tányérokról. Egy kicsit többet kell belőle használnom, mint az előtte használt mosogatószerekből, viszont nekem ez így abszolút megéri. Aztán frosh, grapefruitos konyhai tisztítószer, ezt is láthattátok már többször nálam, nagyon-nagyon szeretem, ezt is szinte mindig újra veszem, mert most lehet, hogy szeretnék majd kicsit kísérletezni más ilyen környezetbarátabb takarítószerekkel is, lehet, hogy majd valami mást is fogtok nálam látni, de tudom, hogy ehhez bármikor visszatérhetek, mert egy nagyon jó termékről van szó. Aztán van itt egy környezetbarátnak nem mondható, viszont annál hatékonyabb dengmit tűzhely és grill takarító hab, amivel ugye beszoktam fújni a tűzhelyet, a gáztűzhelyet, igen, és utána hagyom egy ideig hatni, és utána mindenféle dörzsölés nélkül el tudok tüntetni mindenféle odaégett szennyeződést, úgyhogy ezt újra is vettem már, mert tényleg nagyon-nagyon hatékonynak tartom. Van itt egy fürdőszobai tisztítószer, a Meister Propeltől, amit szintén nagyon szeretek, és ez is egy olyan termék, ami nem a legkörnyezetbarátabb, viszont mindig visszatérek hozzá, de ahogy mondtam, most szeretnék egy pár új takarítószert esetleg kipróbálni a jövőben. Van itt a WC Frishtől ilyen WC-be akasztható illatosító, ezt jól megmondtam, aminek nagyon kellemes grapefruitos illata van, illetve nagyon-nagyon szeretem benne, hogy 100%-ban újrahasznosított maga ez a kis karton is, illetve az a műanyag kosárka, amiben maguk ezek a kis illatosító gömbök vannak. Van itt egy WC tisztító tabletta a Dengmittől. Én ilyen terméket előtte nem használtam, ezt írtátok egy páran, és előtte én is próbáltam a műfogsor tisztító tablettákat erre a feladatra bevetni. Azt kell mondanom, hogy ez számomra hatékonyabb a műfogsor tisztító tablettánál, annak ugye nem is ez a fő feladata, viszont tényleg lehet erre is használni. Nem környezetbarát, viszont annál hatékonyabb, úgyhogy ezt is szoktam néha használni. Viszont gondolkozom rajta, hogy tudom, hogy lehet otthon is készíteni. Azt hiszem, hogy szódabikarbonából ilyen kis WC-tisztító golyókat, mint a fürdőbombák, úgyhogy azon gondolkozom, hogy azt esetleg kipróbáljam. Tempó nedves WC-papír, erről sajnos nem tudok lemondani, pedig próbáltam, de nem megy. Van itt egy mosószer, folyékony mosószer a Speed-től, ami otthon, nem is tudom, hogy mi a márkának a neve, de tudjátok, ez a rókás. Ezt elsősorban Martin használja, és ő abszolút szereti, de van, hogy ágyneműhöz én is ezt használom. Elhasználtuk a Sagrotánnak ezt a higiéniai kis adalékanyagát, amit mosáshoz lehet használni, és azt kell mondanom, hogy mi nagyon sokáig használtuk ezt a fajta terméket, mert hogy Martin ezt így otthonról hozta magával, hogy neki a ruhái ezzel lettek mostva, vagy hát ezzel is, és utána ezt én is így átvettem tőle, viszont ő sem használja ezt már egy ideje, illetve én sem, mert amikor még az előző munkahelyemen dolgoztam, ahol ugye gyakran előfordult, hogy a gyerekek letüsszögtek, leköhögtek, mindenféle baktérium került a ruhámra, akkor engem a tudat megnyugtatott, hogy egy ilyen adalékanyagot is adok a mosáshoz, hogy ezekkel a baktériumokkal, meg vírusokkal felvegye a harcot, viszont erre már nincsen szükségem. A frosh márkát nagyon-nagyon szeretem, a levendulás WC tisztítóját szoktam mostanában mindig újra venni, mert nagyon hatékonynak tartom, és emellett az illatát is abszolút kellemesnek ítélem. Szintén a márkától itt van a levendulás általános tisztítószer, amit sajnos a DM-ben már nem lehet kapni, úgyhogy a múltkor elég nagy keresésben voltam, és a Rossmannban szerencsére rábukkantam, úgyhogy vettem belőle rögtön 2 vagy 3 flakonnal, mert hogy a Rossmannban olyan gyakran nem járok, és ez egy olyan termék, ami főleg a macskalmok takarítása miatt elég gyakran el szokott fogyni nálunk. Itt van egy Fibréz ilyen illatosító, amiket én nagyon-nagyon szeretnék száműzni a háztartásunkból, már csak azért is, mert aeroszolos, nem igazán környezetbarát. Ezt
elmondom egy pár terméknél, hogy ezt azért száműzöm, vagy azért cserélem rá, mert környezetbarátabb alternatívát használok, és olyat is láthattok, amit viszont tudom, hogy nem környezetbarát, mégis használom. Szerintem fontos így az arany középútnak a megtalálása. Nekem vannak olyan termékek, amiknél tudok kompromisszumot kötni, és amiknél keresem is tényleg a környezettudatosabb megoldást, viszont vannak olyan termékek, amiket úgy szeretek, ahogy vannak, és úgy van szükségünk rájuk is a hatékonyságukra, ahogy vannak. Szóval én igyekszem így megtalálni az arany középutat. Ez az illatosító szerintem nem nélkülözhetetlen. Még van itthon egy vagy két flakonnal, remélem, hogy ha azt elhasználjuk, akkor utána nem fogunk többet ilyen termékeket venni. Én legalábbis nem igazán használok már ilyesmit. Felmosószer a Szágrotántól, semmit különöset nem tudok róla elmondani, tette a dolgát, jó volt vele felmosni, kellemes volt az illata, viszont ebből is van már környezetbarátabb alternatíva, amit használok a Frostól, aminek amúgy az illatát is jobban szeretem, és a hatékonysága is kb. Ugyanolyan, mint ennek. Van itt egy almaecetes, nem is egy ecetes, almaillatos tisztítószer a Denkmittől. Tudom, hogy a sima ecetet is lehet ehelyett használni, viszont ennek számomra még mindig elviselhetőbb az illata, úgyhogy ezért szoktam ehhez hasonló termékeket újra venni. Legutóbb ezt elfelejtettem a DM-ben megvenni, ezért a Frost márkától vettem újra. Igen, ilyesmi mindig van itthon. Van itt egy illatosító a Profissimo-tól, ami zöld almás, ámbrás illatú volt. És tudjátok, ez egy ilyen üvegben helyet kapott illatosító olaj, amiben ilyen kis hurkapálcákat, ezzel csak sikerül kimondanom, és utána ezeken a pálcákon keresztül illattal töltik meg a lakást. A Profissimo-tól volt már sokkal jobb, amit próbáltam, ez se volt rossz, viszont annyira jó sem volt, hogy újra vásároljam. Van itt a Frost márkától egy kézmosószappan utántöltő. Nekünk ugye mind a két fürdőszobában ilyen üvegből készült pumpás kézmosó szappan adagoló van, abba én ilyeneket szeretek venni, mert hogy még mindig kevesebb csomagolással jár, mint hogyha mindig megvennénk ilyen pumpás kiszerelésű folyékony szappanokat. Bár a konyhában például már ilyet nem használok, hanem szilárd szappan van oda téve kézmosásra. Aztán van itt öblítő, méghozzá az egyik a Fernától, a Szilántól, ezt elsősorban Martin használja, meg már nem tudok hova pakolni, viszont ágyneműhöz szoktam én is. És itt van az én öblítőm, ami pedig az Ecuver márkától van. Én nagyon szeretem, mert nem szeretem az annyira illatos ruhákat, mint amennyire régen szerettem őket, és nem olyan intenzív az illata, viszont egy kellemes illatot hagy a ruhákon. Úgyhogy én abszolút elégedett vagyok vele. Van itt egy ilyen kis szappan csomagolás. Ez egy levendulás kézmosó szappan, amit most aktuálisan a konyhában használok. Nem is tudom, Midi a márkája, fogalmam nincs. Azt sem tudom, hogy honnan van. Szerintem ajándékba kaptuk még valamikor. És igen, egy abszolút jó szappan, de szerintem a szappan az nem egy annyira különleges dolog, hogy túl sokat lehessen róla beszélni. Itt van az én folyékony mosószerem, a Denkmit Nature-től a színes ruhákhoz való változatot használom. Nekem ennek jobban tetszik az illata, mint a másiknak. Én nagyon elégedett vagyok vele. Emellett más környezetbarátabb megoldásokkal is szoktam a ruháimat mosni. Van ilyen mosótojásom, illetve mosódium is. Attól függően, hogy milyen ruhákat mosok, hogy mennyire pakolom tele a gépet, szoktam váltogatni a háromféle alternatíva között. És a legutolsó sorban itt van egy Dr. Beckmann színfogó kendő, ami nem egy ilyen egyszer használatos, hanem többször is fel lehet használni, és a végén azért hoztam ide, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy ilyen szépen elszíneződik a végén. Ezt sem kell amúgy kidobni, mert tökéletesen lehet használni valamilyen takarító rongyként. Nekem is már van egy, amit már használok is takarításra, és ezt is be fogom majd fogni erre. Tudom, hogy sokak szerint ez fölösleges, viszont nekem nagyon sok színes ruhám van, viszont nincs például csak annyi citromsárga ruhám, hogy a citromsárgákat csak a citromsárgákkal mossam, hanem össze szoktam mosni a sötétkékkel esetleg, a pirossal, a rúzsaszínnel, és a többi, és a többi. És igenis segít a színek megóvásában is abban, hogy egyik ne fogja be a másikat, hogyha ilyen kendőt teszek egy-egy mosáshoz. Aki nem akarja, ne használja, én viszont szoktam, és nekem hasznos termék, úgyhogy ezért is szoktam újra vásárolni. Ilyen formában pedig még környezetbarátnak is mondanám.
kiürült, hogy hát most már nem, mert elkezdtem visszapakolni belem, de hogy ezek voltak azok a termékek, amiket az utóbbi időben elhasználtunk a háztartásomban. Írjátok nyugodtan tippeket, hogy milyen környezetbarát tisztítószereket próbálhatnék ki, nektek mi az, ami esetleg bevált. Tudom, hogy sokan szoktak otthon szódabikarbónából, vagy citromsavból, vagy simán ecetből mindenféle házi tisztítószereket kogyvasztani. Régen ettől nagyon elzárkóztam, viszont most már lehet, hogy van, amit kipróbálnék, úgyhogy esetleg ilyen témában is nyugodtan írhattok tapasztalatokat, vagy bevált recepteket. Szóval nyugodtan szóljatok hozzá a videóhoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek. További szép napot kívánok nektek, legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!